זה נמצא גם בכרך ג' כתבי רבש בעמוד 2062. כרך ג' תהת רבש הרמדי כתתיבן תלעיוק מגזירה שוקת נינץ' אנגול פורדיטש. A cikk, hogy mi a Hanuka. Ine Chazal amru. Mai Hanuka. A bölcseink azt mondták, hogy mi a Hanuka. A bölcseink azt mondták, a Kiszlev hónapjának a 25-éje az a Hanuka. A Hanuka az két szóból áll, Hanu. Hogy leparkolt itt, hogy leparkolt itt. A 25-én leparkoltak a háborúból, megpihentek a háborúból, és a megpihenés, a parkolás az a munka közepén. A megpihenés, megértés, hogy új erőket kapjunk, hogy képesek legyek utána tovább menni, hogy megnyerjék a háborút egészen a végső győzelemig. Meg kell értsük azt, hogy ez a leparkolás, vagy lepihenés mit jelent. A bölcseink azt mondták, hogy akkor a görögök arra ítélték, hogy ne foglalkozhassanak a tórával. Azaz a csoda, az csak a spirituális üdvözülésre szólt a lélek szükségletével. De a Purimkor viszont a testre vonatkozik az üdvözülés. Ezért van az, hogy a Hanukakor mi felismerjük a csodát, a háladást adunk, és ez egy kegyelemben vagyunk, és a Purimkor pedig a lakomáról és a boldogságról szól, mivel a csoda az a testekre vonatkozik. Ezért van az, hogy a csoda felismerése az a testben ugyancsak történik, tehát a boldogságban és a lakomában. Meg kell értsük mindezt a munka moráján keresztül, meg kell értsük azt, amit a bölcseink mondtak, hogy neked szeretned kell az Urat teljes szíveddel, mindkét hajlamoddal, a jó hajlammal és a gonosz hajlammal együtt. És nekünk a Teremtőt szolgálnunk kell a jó hajlamban, azaz, hogy elkötelezzük magunkat a tórában, parancsoltunk be, hogy elégedettséget adjunk a Teremtőnek. És akkor mi a lényeg a gonosz hajlamnak? Az jól ismert, hogy a gonosz hajlam az a mi megszerzés iránti vágyunk. Meg kell értsük azt, hogy hogyan lehet képes a megszerzés iránti vágy szolgálni a Teremtőt, ahogy ez el lett magyarázva a Sulám kommentárban, hogy amikor a személy elkötelezi magát abban, hogy élvezeteket kapjon az adakozásból, akkor abban semmilyen gonosz nincsen a megszerzés iránti vágyban, ahogy az írva van, én megteremtetem a gonosz hajlamot, és én megteremtetem a tórát, mint fűszert számára. A tórán keresztül a gonosz hajlam meg van édesítve. A Hanuka csodája az kizárólag a jó hajlamra vonatkozik, ezért van az, hogy azt úgy nevezünk, hogy parkolás, mivel a munka az még nem teljes. Azaz, hogy még mindig ott van a gonosz hálam, ami korrekcióra szorul, amit úgy nevezünk, hogy a test. És ez csak a Purim csodáján keresztül történik meg. Ez a lényeg annak, hogy megtartották azt, és megkapták azt. Mindeddig erőszakkal, hiszen a gonosz hálam még nem egyezett bele a munkába, hiszen az még nem kapta meg a saját korrekcióját. És most, hogy a Purim csodája az a test üdvözülését okozza, és akkor a teljes szíveddel mindkét hálamoddal megtartod, akkor nevezzük azt úgy, hogy a választás alapján, hogy a vágyon keresztül. Ezért van az, hogy a Hanukakor ott a csoda az csak az áldáson, a kegyelmen keresztül van, hogy áldunk, amely a lélek szüksége. De Purimkor viszont már felismerjük, vagy elismerjük a csodát a boldogsággal és a lakomával, ami már a testre vonatkozik. Kérdések? Mi beszéltünk már erről sokat. Igazából nincs mit kérdezni, vagy nincs mit mondani ezzel kapcsolatban, mondja Rabna. Oké. Azt akarjátok, hogy én kérdezzek, vagy olvasunk tovább? Oké, Neszi. Oké, tehát akkor mi a különbség a között, hogy elismerjük, hogy felismerjük? Tehát mi a lényeg ennek, amit itt olvastunk, hogy mit teszünk a Hanukakor, és mit teszünk a Purimkor, hogy a Hanukakor mi csak... Tehát igazából mi a különbség a között, amit Hanukakor és a Purimkor csinálják? Úgy tűnik, hogy egy és ugyanaz.
Rav, vagy az, hogy imádkozunk, vagy ima, vagy hogy áldást mondunk, vagy hogy részegek, vagy nincs különbség, de igen, de mind a kettő a hálaadásban van. Igen, de a Hanuk akkor az egy ilyen kegyelmes dolog, hogy kegyelmet vagy áldást adunk. Az egy másfajta hálaadás, mint Purimkor a Hanukakor. A Hanukakor az egy ilyen szent dolog, áldást mondunk, vagy mint hogy a templomban imád mondanánk. A Hanukakor azért vagyunk boldogok, hogy elértük az edények korrekcióját, ahol az összes edényünk az most már korrigálódott, annak érdekében, hogy képes legyen adakozni. Elértük a bína szintjét, a hafetszesze szintjét, a malhut felemelkedik a bínához, a katnut állapotában. Ennél fogva mi a megszerzésenti vágy fölött vagyunk, felemelkedtünk a megszerzésenti vágy fölé, míg a Purimkor a malhut visszaereszkedik a saját helyre, amikor már a megszerzésenti vágyat korrigáljuk, belemegyünk a vágyba, és ezt korrigáljuk az adakozás fele. Ezt nevezzük úgy, hogy a testi csoda, a guf de parcuf az, ami korrigálódik minket a Hamakakor, az csak egy spirituális csoda. Ennyi. A Gagateve Naim az, ami korrigálódik a Hanukakor, és az Ahab pedig a Purimkor korrigálódik. Tehát a Gagateve Naim a Hanukakor, és az Ahab a test, úgymond a guf, az pedig a Purimkor. Nos, következő. Én most nagyon sok baráthoz fordulok, akiknek egészségügyi problémáik van. A válasz, amit mondanak, hogy a spirituális majd megoldja az összes problémámat, tehát hogy megoldja az egészségügyi problémát. Tehát szeretnék egy kicsit kiterjedni erre. Ezen nincs mit kiterjedni, nincs mit mondani. Én nem tudok ilyen dolgot. Én csak egy dolgot tudok, mondja Rav, hogy egyszer egy héten legalább én elmentem a Rabashoz, amit tudom én, oké, egyszer két héten elmentünk valami orvoshoz, szinte hetente vagy két hetente orvoshoz mentünk a Rabassal. És hogyha gyógyszert kapott, akkor a Rabas ezt nagyon precízen bevette a gyógyszert. És általában, és Bnei Barakban ez nagyon elfogadott, hogy az ember elmegy az orvoshoz, meghallgatja, amit az orvos mond, és beveszi a gyógyszert. Nincsen olyan dolog, hogy a csodára várunk. Ilyen nincsen, hogy a csodára várunk, amikor egészségügyi problémánk van. És ez kell, hogy legyen mindennel, minden egyes dologgal ebben a világban. Ennél fogva, én nagyon-nagyon ellenzem ezeket, hogy oké, emellett persze menjél, és menjél valami speciális diétára, vagy mit tudom, de először is menjetek el az orvoshoz. Először is menjetek el az orvoshoz. 100 évvel ezelőtt az emberek 40 évig éltek, és ma az emberek kapnak gyógyszert, és elérnek 70-80 évig. Akkor most mit akarsz? Nem akarsz gyógyszert venni? Nincs ilyen dolog. Ezt meg kell tenni. A doktor megkapta az engedélyt, hogy gyógyítson. Ne kritizáljad, és ne keressél kifogásokat, hanem használd fel. Mint én néha hallom, hogy szokásos volt itt az, hogy otthon szüljünk, meg mit tudom én, ezt is ellenzem. Én ezt megmondtam ezerszer, ez nem helyes. Vannak orvosok, van kórház, ez az, ahova el kell menni, és ott kell helyesen a dolgokat végezni. Nem kell otthoni szülés, vagy valami. Hány nő az, aki meghalt a szülés alatt a múltban? Nem. Az orvos megkapta az engedélyt, hogy gyógyítson. Én soha nem mondtam senkinek, kérdezd meg Vladot, ki engem kezel, hány gyógyszert szedek én magam. Tehát azért ez nem helyes, ez teljesen helytelen, hogy itt azt hiszük, hogy a csodával meggyógyítjuk magunkat. Oké, mondja Rav. Mit akartok még kérdezni? Tehát egy kicsit a helyes irányba megy ez is kérdezés, srác. Tehát a mi világunkban ha jól értem, a férfi, ez 2 méter magas, erős, ez nem egy férfi, oké, mondjam, hogy ez nem egy férfi, hogyha 2 méter magas. Oké, tehát ugye a karddal ott áll, és a háborúba megy, tehát ugye a spiritatásban pedig úgy tűnik, mint hogyha mindenki ilyen gyenge lenne, vagy a felmosóron, ugye állandóan könyörgünk, sírunk valamiért, tehát hol van ennek a gyökere, ennek a hősnek?
Rav, ugyanígy a történelem során én nem láttam, hogy ezek a nagy hősök, ezek a nagy darab férfiak, ezek nyertek volna valamit, vagy elértek volna valamit. Ez az, amit az emberek gondolnak, ezek a nagy harcias hősök, de ez igazából nem a természet törvényének alapján működik. A nők szeretik az ilyen férfiakat. Ez az, amit te gondolsz. Én azt hiszem, hogy ez ugyancsak nem helyes a nők szempontjából. A nők nem szeretik azokat, mit tudom én, amit tetsz, 2 méter magas, 200 kiló, mint ezzel a fekete hullámos hajjal. Ez nem így van. De ez az, amit hiszünk, hogy ezt akarod a csoportban a kapcsolat helyett? Nem, hanem a harcos, ez a harcosnak a szelleme. Milyen egy harcos? A férfi harcos, ez aki saját magával küzd. Mit akarsz másokkal harcolni? Miért akarsz másokkal harcolni? Magaddal kell megküzdeni, az egóddal. Vegyél egy gépfegyvert, és ennyi. Mindenki egyenlő. Mit akarsz? Az igazi hős az, aki magával küzd, mondja rá. Oké, nem tudom, hogyan kérdezzem. Nem, ezért mondtam neked, hogy jobb, hogyha leülsz, és ne kérdezzél. Jobb, hogyha... Oké, akkor még egy kicsit megpróbálom, hogy eset. A mi világunkban úgy tekintjük, hogy a nőnek kell gyönyörűnek lenni, és a férfinek erősnek lenni. Oké. És a spiritotásban meddig állandóan kérnünk kell valamit, ahelyett, hogy erősek vagyunk. A spiritotásban mondja rá, az erő, hogy felülemelkedünk saját magunk fölé, és a csodálatosság, a gyönyörűség, amikor már elértük a felső fény, és az úgymond feldíszít minket, ami ránk ragyog. A felső fény díszít fel minket. Ezt nevezzük gyönyörűségnek, ezt nevezzük csodálatosnak. Tehát akkor mi a kérdésed? Ez más, mint a te korporátásod. A korporátásban is azt mondod, még ebben a világban is helytelen, amit te mondtál, még ebben a világban se így kéne, hogy működjön. Oké, tehát akkor ez nem egyenlíti ki magát a spirituális férfiasság és az evilági férfiasság. A mi világunkban én nem látok nemzeteket, azok, akik erősek, magasak, amit te mondtál, hogy sikeresebbek lennének. Én nem látom ezt, hogy ez nem a természet törvény alapján. A természetben minden az egyensúly múlik, ez az egyensúly az több szintű. A te elméleted alapján az oroszlán, az már, mit tudom én, azoknak már mindenkit fel kellett volna zabálniuk és dominálniuk kell a világot. De ez nem így történik. Láthatod, hogy ez nem így van, hogy egy gyönyörű egyensúly van a természetben. A természetben mindennek megvan a saját helye, mindennek megvan a saját többieket kiegészítő helye. A nemzetek között ugyancsak. Te nem oszthatod fel a nemzeteket azok, akik erősek, meg gyengék, a másik, mint hogy gyenge lenne. Mindenkinek megvan a saját helye, a saját szerepe, és nem sikeresek ennek alapján. Ez nem így működik. És ez így volt a múltban is, mondja Rav, amikor az emberek, minthogyha a testi erők alapján, vagy fizikai erő alapján éltek túl, nem, csak így tűnik a mi szemünkben, mert Hollywood ilyen képeket festelünk, de ez a rend, ez nem helyes, ez nem így van, mondja Rav. És ugyanígy minél inkább mi kutatjuk a természetet, és mi haladunk előre, akkor látjuk, hogy ez egyszerűen nem helyes. A fizikai erő az nem ad a személynek semmit. Nézd meg, hogy az atléták milyen hamar meghalnak, milyen egészségesek, erősek, aztán fiatalkorban meghalnak hirtelen. Mi történik? Ez teljesen nem igazolható. Persze sok dolog van ezzel kapcsolatban, de srácok, én nem tudom, mi történik veletek. 2 óra, és mit csináltunk? Csak annak érdekem, hogy beszélgessünk arról, hogy mit nem akarunk csinálni. Erről beszélünk. 2 órája, hogy mi az, amit nem akarunk csinálni. Nektek, mondja Rav, mégis... Mindennek ellenére fel kell készítsétek magatokat egy ugrásra, fel kell készítsétek magatokat egy ugrásra. Mi a legjobb időszakban vagyunk, az év legjobb részében, ez az Adar hónapja, boldogság, a Purim, és ugyancsak az emberek elkezdenek ránk ugrani, elkezdenek támadni minket, ez is jó, látnunk kell ezeket a dolgokat, hogy is mondjam, ezt mondja Rav,
látnunk ezeket a dolgokat, mint egy pozitív jel. Megvan ennek az oka, hogy fel kell, hogy ébresszen minket. Mint a Purimkor, a Haman lett a lóra tévre. A Haman felébresztése nélkül nem tudunk tovább menni. Hogyan menjünk tovább, mit csináljunk? Utána jön a Pészak, nem sokára, Purim utána kevesebb, mint egy hónap. És nekünk el kell érnünk egy olyan állapotot, ahol körülöttünk, rengeteg ember kering körülöttünk, és követnek minket, számtalan ember követ minket körülöttünk. Azok, akik a rajongóink, akik szimpatizálnak velünk, akik már mellettünk vannak, akik nem értik pontosan, hogy miről beszélünk, de ez a kapcsolatnak a bölcselete, és ezt megértik. És akkor majd elkezdünk egyesülni a körülött. A probléma az, hogy nincs elég kör körülöttünk, nincs elég publikum körülöttünk, és ennél fogva mi is le vagyunk blokkolva. Nem vagyunk képesek megkapni felülről a fényt, hogy ezt átadjuk nekik, hiszen nincs kinek átadni. Nem készítettük fel ezeket a köröket magunk körül, akik követik a mi körünket, hogy mi valóban egy átvezetővé váljunk. Tehát ne feledkezzetek el erről, és valóban tegyetek egy precíz számítást, hogyan építhetjük fel magunkat, mint átvezetők, és hogy hol építhetjük meg ezeket a köröket magunkon kívül, amelyeket képesek vagyunk beterjedni. Mi vagyunk a vonal, mi vagyunk a kav, a vonal, és a publikum az pedig a kör edénye, az igulim, ezek a körök. Tehát, hogy nem létezhet a vonal a kör nélkül, nem létezhet kör a vonal nélkül. Gondoskodnunk kell erről. Ennél fogva most a Purim, aztán a Pészak, ezek az idők, amikor nekünk erőfeszítést kell tennünk, és ki kell mennünk a tömegek fele, és akkor sikeresek leszünk. És akkor az majd megkönnyíti a munkánkat a közöttünkre kapcsolatban, a publikum, amíg hallja tőlünk a szükségét, hogy összekapcsolódjunk, hogy megmentsük Izrael nemzetét, hogy megmentsük Izrael állapotát, ösztönszerűen ez majd megadja nekünk a hiányosságot, és majd valóban érezzük, hogy ez a hiányosság, ez a miénk, és akkor azt a Teremtőhöz fordíthatjuk. Ez az, ahogy ez majd működik. Mivel ez nehéz számunkra, hogy kapcsolódjunk, mi olyanok vagyunk, mint hogyha olyan állapotban mondjuk, hogy oké, megértjük, igen, halljuk, de nem vagyunk képesek mozdulni, mivel nincs hiányosság. Nincsen külső a hiányosság, külső hiányosság hiányzik a oldalról, és az csak azért akkor jön, hogy Isten ment ezt a hiányosságot az egész világtól, megkapjuk, mint egy iszonyatos nyomást, vagy az által, hogy kimegyünk a tömegekhez, az Izrael nemzetéhez kimegyünk, és megszervezzük az Izrael nemzetét, hogy legyen egy helyes hiányosságuk feléünk, hogy várják tőlünk a tanítást. Ez a hiányosság, amely helyesen irányozott, ez a valódi, ez a hasznos, ezt csináljuk meg, hogyha erre gondolunk, mondja Rav, akkor az segít minket, és nagy mértékben tovább léptünk. Tehát a kapcsolat a csoporton belül, és ugyanakkor, hogy építjük a külső hiányosságot, hogy előkészítjük a külső hiányosságot. És hol van az Asher, az irányító? Vagy bejelentő? Oké, még van egy pár pont, még nincsenek készen. Oké, énekelünk. ושם יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי שהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי